Vagy akkor negyed annyit. Na most a helyzet az, hogy a köznépi temetőkből elég sokat megnéztünk, 170 teljes mitogenomunk van immáron, és ezeket úgy térképre vetítem, mint populációgenetikai térképre. A populációgenetikai hasonlítás azt jelenti, hogy ez a népesség mely más népességhez hasonlít legjobban összetételét tekintve. Akkor ez a köznépi temető réteg a mai magyarokra, a mai olaszokra. Tehát a honfogláskori köznépi? Ezt nem úgy hívják, Attila, javíts ki a nomenklatúrámat, ezt nem honfogláskori, vagy 10. századi, meg 11. századi köznépi temetőknek nevezik, ezek általában 10. század második felétől indulnak. Igen, de nem különítik el a honfoglaló terminológiát. Így van. Az benne a gond, hogy maga a honfoglalás ugye az egy kvázi vagy egy pár évtizedhez köthető folyamat, de régészetileg ugye ezt nehezebben megfogható. Hát sőt, igazából, hogyha a honfoglaló korpuszt nézed meg, akkor mondjuk második Béláss pénzes sírok vannak benne. Régészetileg egy igazi váltás az a 11. század végén van. Szóval temetők is mentek tovább, nem volt megszakítás. Így van. Na most ez tehát azt jelenti, hogy a köznép, és most azért már ez nem kevés temetőről beszélünk, vagy hatról nagy mennyiségről. Ez úgy néz ki, mint a mai magyarok, a mai horvátok, a mai lengyelek, a mai olaszok, és így tovább. Na most a kérdés úgy merül föl, hogy ez a köznép jöhetett együtt tárpadékkal. Na most erre a választ egyelőre nem merem megkockáztatni, hogy nem, mert ugyanis erre közvetlen bizonyítékunk egyelőre nincs. Akkor ez a valószínűbb egyébként, hogy nem? Sokkal valószínűbb, hogy nem, majdnem biztos, hogy nem, de egy éven belül a genomokból meg fogjuk tudni mondani. A genetikai eredmények alapján minden bizonnyal meg kell változtassuk az önmagunkra alkotott képünket. Tehát a honfoglaló magyarokkal azonosítottuk magunkat, ez csak részben igaz. Sokkal nagyobb részben itt voltunk már. Itt voltunk már mi a szarmatakorban, itt voltunk mi már az avarkorban. Hiszen azt is tudjuk... Tehát vérségileg értendő. Vérségileg értendő. Az a genetika elme, ami ma bennünk van. Pontosan. De nem csak vérségileg, az a nyelvet tekintve is biztos, hogy visszább kell menjünk, bár itt most viták vannak köztünk, amit nem fogunk tudni eldönteni adathiány miatt, de biztos vagyok benne, hogy a nyelv, még a nyelv kérdésében is visszább kell, hogy toljuk bizonytalan időkre a nyelvünknek a Kárpát-medencei jelenlétét és az eredetét is, én úgy gondolom. Természetesen egy keleti nyelv, de nagyon sok-sok áramlás jött keletről, tehát a skiták, szarmaták, stb. Persze, ezek mind keletről jöttek. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag nem igen lehet elmondani, hogy kihez lehet megkötni ezt a nyelvet, ez én úgy gondolom, hogy lehet rajta vitatkozni. Hát a kultúránk az kellett. De hogy a honfoglaló vezetőrétegben a türk nyelv az benne volt, az biztos. Ebben a heterogén, a viszonylag kis létszámú, és azt is tudjuk, a türk nyelv is bennük volt, az biztos. És nem csak a vezetőrétegben, hát ne felejtsük el, a kazároktól három törzs, kabar törzs csatlakozik a magyarokhoz, akikről gyakorlatilag teljesen nagy bizonyossággal tudjuk, nyelvű. Hogy török nyelven beszéltek. Tehát ez egyáltalán nem lenne egy, sőt, biztosak vagyunk benne, hogy voltak török nyelven beszélő népek a honfoglalásban. Ez egy nagyon izgalmas dolog, egyébként Ukrajnában most elkezdtek előjönni Harkov térségében néhány olyan több százsíros temető, ami megszakadt a 9. század közepén. Tehát lehet, hogy a teljesen zsákutcába futott kabar kérdést még kelet irányból föl lehet. Tehát valaki akkor jöttek el onnan.